Ez az épületrész, ezekkel a társasházakkal épült egyszerre. Építési terület bejárás a sajtó munkatársai részére a Patinás Prohászka gimnázium épületében. Már meg is kezdődtek a nagyszabású bontási munkálatok az intézményben, ahol milliárdos felújítások indulnak el. A 4,6 milliárdos rekonstrukció forrását teljes egészében az állam biztosítja, és nem ez az első hasonló volumenű fejlesztés egyházi vonalon Győrben. Az egyházi ügyekért is felelős államtitkár Híradónknak külön interjút adott, melyben azt mondta, ez az építkezés mindenkinek jó. Egy-egy ilyen beruházás, felújítás vagy új épületek építése, az többször szempontból is fontos. Fontos persze az egyháznak, az ott tanulóknak vagy a hívőknek, de fontos egyébként az építőiparnak, a munkásoknak, tervezőknek, szakembereknek, és én azt gondolom Győr városának is, illetve környezetének is fontos, hiszen ha a belváros szépül, akkor az, amikor majd lehet, turistákat vonz és erősíti mindenképp Győrnek azt a hihetetlen regionális erejét, amit az elmúlt évtizedekben ki küzdött magának, és amelyre méltán lehetünk büszkék. Győri emberekre, az itt dolgozóknak a munkájára, és arra mondjuk így, hogy intelligenciára, amely vezeti ezt a várost most már évtizedek óta. Az államtitkár hozzátette, évtizedes lemaradásokat kell behoznia a mostani kormányzatnak, hiszen sok egyházi ingatlan esetében egyáltalán nem történtek felújítások korábban. Soltész Miklós kiemelte, az elmúlt 10 évben 3000 templomot újítottak fel, és 130 újat is építettek idehaza, valamint a Kárpát-medencében. Hogyha abba belegondolunk, hogy az egyházak, amikor nagy nehezen visszakapták régi oktatási nevelési intézményeiket, azok általában katasztrofális állapotban voltak. Ha arra gondolunk, hogy a templomokra sokáig nem volt felújításra lehetőség, vagy újak építésére, akkor nagyon nagy a hátralék, és ezt mindenki látta. És ennek köszönhetően van az, hogy Magyarországon az elmúlt egy évtizedben kormányzásunk alatt, és nem csak Magyarországon, hanem hozzáteszem szerte a Kárpát-medencében a magyar emberek élnek, több mint 3000 templom újulhatott meg, több mint 130 templom épülhetett, és ez szolgálja az összes felekezetnek az életét, nagyobbaknak, katolikusoknak, reformátusoknak, zsidó felekezetieknek, evangélikusoknak és másoknak is az életét, de a kisebb felekezetekét is. A győri Prohászka iskola komplexum teljes felújítására és az új óvoda építésére 1141 nap áll rendelkezésére a kivitelezőknek.